Vajon mi Irán fővárosa? Persze Teherán. A 8-10 milliós metropolisz, melynek agglomerációjában legkevesebb 15, de inkább 17 millió ember él. Az iszlám köztársaság választott parlamentjének és elnökének székhelye. Az iráni politikai rendszer demokratikus arca, a hivatalos főváros. Tehát mi Irán fővárosa? Erre a kérdésre mégis elbizonytalanodnak az irániak. Mert az iszlám köztársaság sajátos politikai rendszerében a választott elnök és parlament döntését bármikor felülírhatja az őrök tanácsa és a legfőbb vallási vezető, Ali Khamenei. A síta vallási vezetők, az ajatollahok pedig nem a világi Teherán szellemében, sőt olykor nem is Teheránban kormányoznak. Teheránból délkeletre, azaz Mekka irányába indulva, mindössze 120 kilométert kell autózni, hogy eljussunk Komba. A vallási kérdések mindegyikében, de a legfajsúlyosabb politikai ügyekben ugyanis itt döntenek, és nem Teheránban. Az iráni síták legszentebb városában, a síta Mekkában, vagy hangozzék bármilyen furcsán, a síta Vatikánban. Az áhítat, az odaadás a zarándokok fővárosában, Komban. A Teherán közeli Komvárosa az iráni iszlám forradalom bölcsője volt. Amikor 1978. januárjában egy iráni labban megjelent egy Khomeini ajatollahot sértő újságcikk, tömegtüntetés kezdődött a városban. A sah rendőrsége akkor belelőtt a tömegbe. Ami addig csak fortyogott a mélyben, ekkor alakult nyílt felkelésé. Az irániak többsége akkor az iszlámot választotta az erőszakos nyugatosítással szemben. Reza Pahlavi sah külföldre menekült, és 1979. február 1-én hazatért a rettegett ellenfél, Ruhollah Khomeini. Irán azóta a síták vezető hatalma lett, és az iráni síta hit központja Kom lett, ahová zarándokok és teológus hallgatók serege özönlik. Egy ilyen spirituális központban a szerénység igazi és őszinte értelmet nyer, azt nem udvariasságban mérik. Köszönöm az önök fáradozásait, hogy az itteni hírekről tudósítanak. Szayed Mahmud Hosseini teológus hallgató vagyok, azonban az elején le kell szögeznem, hogy magam nem vagyok méltó arra, hogy hitünkről szóljak, és ezzel kapcsolatos magyarázatokat adjak. Ám mivel önök nagyon szerették volna, így kötelességemnek érzem, hogy vallási témákról beszéljek. Mikor lett Kom városa a síta iszlám központja? Régi vallási könyveinkben, legendáinkban azt a történetet lehetjük fel, hogy az idők végezetén az iszlám vezetője, a hit vezetője Kom városából jön el az egész világ számára. Legendáinkban az áll, hogy az idők végezetén a hit és a tudomány Komból érkezik el a különböző országokba. Így a könyveinkben levő bizonyosság alapján úgy érezzük, hogy ez az idők végezetén lassan igazzá válik. Ez a Fatima mecset. Fatima a szeplőtelen szent, a 8. síta imám nővére volt. Ő a síta lányok és asszonyok védelmezője. Kultuszát sokan Szűz Máriáéhoz hasonlítják. Vámbér Jármin keletkutató valaha belülről láthatta, de ez nekünk nem adatott meg. Oda ugyanis nem muszlimok nem léphetnek be. Persze kíváncsiak voltunk arra is, miért Fatima a 8. síta imám nővérének sírja lett szent hely. Síta hitünk a szunita hittel szemben egy dologban különbözik. Mi őszentségét, a szent igaz úrhölgyet szeplőtelennek tartjuk. Igaz, a szuniták is szeplőtelennek tartják, vagyis Fatima minden bűntől, vétektől, hibától mentes volt. És a hívők parancsolóját, Alit, a magasságos Istentől győzedelmesnek tartjuk. A szeplőtelen Fatima, béke legyen vele, Musa imám egyik legtisztább és legnagylelkűbb gyermeke volt. A síták sok kegyességet tulajdonítanak Fatimának. Egyes betegek gyógyulást nyertek általa, mások terheiktől, gondjaiktól szabadultak meg, és mindenek felett a hitjeleinek megőrzését tulajdonítják neki.
Így amikor Fatima, Száfa és Márve hegyek között futva megőrizte Isten iránti tiszteletét, azt az utókorra is kötelességként hagyta, úgyhogy minden évben menjenek és fussanak a szent tiszteletére. Az a tisztelet, amelyet a szent iránt tanúsítanak, béke legyen vele, a magasságos Isten által parancsolt jelek egyike. Így a zarándoklatot a szeplőtelen szent sírjához, isteni jel miatt szentnek tartjuk, így ennek megőrzésére törekszünk. Hogy nem mehettünk be a szentélybe, az nem barátságtalan gesztus. Inkább arról van szó, hogy az áhítatot és a hit megélését itt nem zavarhatja meg semmi sem. Komban számtalan mecset van, és a szentély környéke is várja a más hitű érdeklődőket. Ismerkedjünk meg közelebbről a síta hit szentélyeivel, a perzsa mecsetekkel kicsit távolabb. Látogassunk el Iszpahánba, a perzsa birodalom 17. és 18. századi fővárosába. Tehát még egy főváros. Igen, még ha az állam központja már rég el is költözött innen, akkor is Iszpahán megmaradt a harmónia fővárosának, a varázslatos 1001 éjszaka világa székhelyének. Látogassunk el a nagymecsetbe, Sárközi Miklós iranista lesz segítségünkre annak megértésében, mennyire sajátos a perzsák hite. Az iráni iszlám maga nevében különleges, hiszen ez az egyetlen ország a világon, ahol a síta iszlám teljes mértékben többséget képvisel. Itt a lakosság 95%-a az úgynevezett 12-es síta iszlámhoz tartozik, egy 1501-ben bevezetett vallási reform óta. És ennek következtében kuriózum ez. Nyilván ez azt jelenti, hogy mind teológiailag, mind a liturgiában, mind a mecsetépítészetben megvannak a sajátos iráni hagyományok. Ami a teológiát illeti, nyilvánvalóan a síta iszlám nagyon nagy figyelmet fordít az imámság, az imámátus tanának, azaz Mohamed próféta lányának, Fatimának, valamint az ő férjének, Ali leszármazottainak, az imámoknak a politikai, vallási hatalmát helyezi előtérbe, illetve leginkább az ő emléküket ápolja különböző vallási ünnepein, ceremóniáin. Ez a síta krédóban is megnyilvánul, amely ugye kiegészíti a szunitáknak az imádságát, amely azt mondja, hogy nincs Isten, csak Allah, Mohamed az ő profétája, és Ali az ő követője. Ez az utóbbi egy hozzátétel, egyértelműen a síta krédó része. Na most, ami a liturgiát, a ceremóniát illeti, ebben nagy különbségek nincsenek. Legfeljebb annyi, hogy a mecsetekben rendszeresen, vagy sűrűbben lehet látni, és Iránban különleges módon lehet látni a legnagyobb síta imámok képeit, képiábrázolásait. A legtöbb mecsetben lehet találkozni ilyen alkotásokkal. Ez igen érdekes folyamat, a 19. század Iránból lehet ezt datálni. Ami ezen kívül nagyon fontos, hogy nyilván a síta teológiai képzés markánsan különbözik. Irán, hiszen Irán a világ síta az zarándok helye. Jól lehet a két legnagyobb síta imámnak, a legnagyobb tiszteletnek örülő síta imámnak, Alinak és Hosszájnak a sírja a mai Dél-Irakban vannak, de egyetemben a mai Irán az, ahova a síta világ, az a közel 140-150 millió ember a figyelmét fordítja, különösen a 12-es síták. Ami az a mecset építészetet illeti, ott inkább azt mondom, hogy iráni és kevésbé síta stílusról lehet beszélni. Ennek egyébként jó példája ez az épület, ahol most állunk, az Iszfaháni nagymecset. Ugyanis az iráni mecsetépítészetre igen erős hatást gyakorolt a már meglevő nyilván muszlim építészet hagyományon túl a régi iszlám előtti Irán építészete, stílusa, dekorációs elemei. Leginkább az úgynevezett négy kereszt ívános szerkezetet emelhetnénk ki, amely a mecset udvart határoló oszlop csarnokok oldalait töri meg, és a monumentalitás, a frontalitás, a magasztosság isteni példáját próbálja kivekkel szembeállítani. Jól lehet, ez a maga nemében a régi iszlám előtti Iránnak a kulturális öröksége. A fajansz az egyik leghíresebb, szinte tökélyre fejlesztett perzsa művészet.
A 15. századtól kezdve vált uralkodóvá a mecsetek külső és belső falfelületeinek díszítésében. A mozaik csempe a legnehezebb és legprecízebb munkát igényli. Előre kell megrajzolni és úgy kell összerakni, mint egy kirakós játékot. A síta hit persze nem csak formai, művészeti kérdésekben mutatkozik meg. Hogyan élik meg a síták a maguk hitét, és mennyiben különbözik ez a hitélmény a szuniták hitélményétől? A síta iszlámra, legalábbis ami Iránon belül, nagyon jellemző az úgynevezett imámzádék, vagy perzsa kérdésben emamzádék használata. Ezeket jobbára úgy tudnak lefordítani, mint búcsújáróhelyeket. Ez talán a magyar szakrális nyelven ismert fogalom, hiszen jóformán minden faluban, minden kisvárosban, minden keletben a nagyobb mecsetek vagy nagy mecsetek mellett vannak kicsi zarándokhelyek. Sőt, az is lehet fogalmazni, hogy két fajta mecset van Iránban, az állami mecsetek és az imámzádék. Az imámzádék általában a 12 síta imám valamely leszármazottjának, oldalági rokonának a sírjai, amelyeknek a néphit, a népi iszlám, amely sok mértékben eltér az állami támogatott iszlámtól, csodatévő erőt, karizmát, gyógyító szerepet tulajdonít, és jóformán nincs olyan település a mai Iránon, ahol ne lenne, Iránban, ahol ne lenne egy ilyen, egy vagy több ilyen szentély. Ezeknek a nyilván a kegyes hagyomány szerint azt a gondolatot tulajdonítják, hogy aki ide zarándokol, az az adott gyógyító szenttől nyerhet segítséget. A messiás várás jellegzetesen síta hitnek a része. Ez nem jellemző ugye a szunitákra. Így van. Ez egy markáns különbség, ez egy valóban nagyon jelentős különbség a síta és a szunita iszlám között. A síták különböző ágai, nem is csupán a 12-es síták, de például az iszmaélitáknál is igen jelentős az olyan messiástan. Ez voltak éppen abból a tényből fakad, hogy a 12-es síták esetében úgy gondolják, hogy az utolsó imám, a 12. imám, aki egy gyerek volt, akit Mohamednek hívtak, 874-ben eltűnt egy szamarrai ház pincéjében, valahol a mai Irak területén. Ő nem halt meg, hanem ő rejtőzködik, és az idők végezetén, ha úgy tetszik, az utolsó ítélet napján visszatér, és jó útra vezetőként, arabul Mahdiként fogja az emberiséget jó útra terelni, ha úgy tetszik, megváltani. Akár a mai iráni államvezetésnek is az a legfontosabb, egyik legfontosabb ünnepei vagy gondolatai a Mahdi váráshoz kapcsolódnak. Ez hitük szerint bármikor bekövetkezhet, és mindenkinek lelkileg késznek kell lennie arra a pillanatra, amikor a 12. imám, az idő ura vissza fog térni, és az emberiséget jó útra tereli. Messiás várás, szent kultusz, klérus. Mindez a kereszténység, pontosabban a katolicizmus irányába mutat. Így van ez, még ha nehéz is észrevenni. Különösen akkor, amikor a vallási kérdéseket, a hitbéli közeledést politikai ellentétek fedik el. Iránt a volt amerikai elnök a gonosz tengelyéhez sorolta, és a nyugati média olyan ellenségképet teremtett, amiben az ajatollahok igazgatta Irán a vallási fanatizmus pészke. Az iráni iszlám köztársasága vallást tette meg a társadalmi együttélés alapkövének. Visszatértek a múltba, egyenesen a középkorba, bírálják Iránt a liberális nyugaton. A dekadens, hanyatlásra ítélt nyugattal szemben itt igaz és életerős társadalmat építenek. Mondják Iránban mindenre. Kereszténység és iszlám. Ez a kapcsolat az iszpaháni örmény negyedben egészen más értelmet nyer. Az örményeket a török határvidékről telepítette ide első nagy Abbász, Száfavidasah a 17. század elején, hogy adófizető alattvalóként, mesteremberekként segítsenek az iszpaháni nagy építkezésekben. Üldöztetést ők itt soha nem szenvedtek el, és ez a többi keresztény felekezetről is elmondható.
Nekik automatikusan jár parlamenti képviselet, amit a 30 ezres zsidó közösség is élvezhet. A perzsa birodalomról, akár csak az iszlám köztársaságról elmondható, hogy kisebbségeit sohasem üldözte. Kivételt egyedül a Baháj közösség jelent. Ez a síta iszlámból kivált univerzalista egyház, amit titkos működése miatt errefelé nem is vallásnak, sokkal inkább egy iszlám szabadkőműves szervezkedésnek tekintenek. Különösen azt nem bocsátották meg nekik máig sem, hogy bár alig 100 000-en lehettek, nagyon magas volt részarányuk a szavakban a sah rettegett titkosszolgálatában. Ráadásul az uralkodó mindig is a Baháj üzletembereknek kedvezett. A bizalmatlanság és a félelem okairól, a keresztények és muszlimok kapcsolatáról és az iszlám törvényekről Mir Akwaid, az iszlám vallásközi intézet igazgató helyettesét immár Teheránban kérdeztük. Összevetve a kereszténységet az iszlámmal, általánosan megfigyelhető, hogy a nyugati országokban egyre kevesebb és kevesebb ember látogatja a templomokat. A társadalom, mintha a világi értékek felé fordult volna. Az iszlám úgy tűnik ebből a szempontból más. Sokkal nagyobb tömegek vesznek részt a vallási életbe, látogatják a mecseteket. Mivel magyarázza ezt a különbséget? Ezügyben két dolgot mondanék. Az iszlám progresszív vallás. Nem csupán a mecsetbejárásról és az imádkozásról szól, de az élet vallása is lehet az emberek számára, és az embereknek törvényeket adhat. Így az emberek az iszlámban mind hitüket, mind saját világukat megtalálják. Ez a rendszer, hit és világ mindig együtt voltak, és ezáltal az iszlám élő vallás maradhat. Azok a hagyományos büntetési formák, amelyek az iszlám jogban léteznek, legyen szó korbácsolásról vagy megkövezésről, az nem az elnyomásnak a kifejeződése, nem az elnyomásnak a formái? Nos, ez bírósági probléma, ez egy kettős dolog. Az egyik része, hogy valakit egy-két, több évig börtönbe csuknak, és a börtönbe zárt személy problémáit az ottani börtönön belüli közösségre terhelik. De ha megkorbácsolják, akkor a megkorbácsolt személy könnyít sorsán. És ha ez utóbbi utat választják a megkorbácsolással és könnyítenének az elítélt sorsán, hozzájárulnak, hogy az illető megszabaduljon hosszú távú problémáitól. Ugyanakkor a legfelsőbb vezető keze nyitva áll, és megítélve a társadalmi probléma súlyát, akár alternatív büntetéseket is alkalmazhat a korbácsolás helyett. Ennek következményeként az iszlám országokban és Iránban feltételezem, a bűnözés nem ölt olyan méreteket, mint a nyugati országokban. Ez valóban így van? Az iszlám komplex rendszer és olyan választ ad, amely teljesen alkalmazható. Azt mégsem állíthatjuk, hogy Iránban mindig minden törvény teljesen érvényesülne. A valóság az, hogy most egy vallásos államban élünk, de korábban az iszlám több száz éven át kikerült a kormányzásból. Itt olyanok kormányoztak, akik névleg muszlimok voltak, de nem az iszlám elvei szerint irányítottak, és a vallástudósok is elkülönültek, és nagyon kevés elméleti munka készült. Mi manapság tapasztalatokat gyűjtünk, hogy vallási rendszerünket a világban történő változásokkal minél inkább harmonizálni tudjuk. A vallástudós az irak-iráni háborút hozta fel a vallásos, valamint az istentelen kormányok közti különbség érzékeltetésére. Saddam Hussein nem élt és nem viselkedett muszlimként, hiszen vegyi fegyverekkel támadta az iráni katonákat, tízezrek rettenetes halálát okozva ezzel. Az iraki diktátort amerikai és német cégek látták el vegyi anyagokkal, melyek, ahogy a vallástudós célzott rá, szintén nem az iszlám, pontosabban szólva, nem az isteni elvek szerint működnek. Persze Irán sem volt mindig iszlám köztársaság. Gyökerei nagyon messzire vezetnek vissza az időben. A perzsa nagymúltú, régi, történelmi nép. Az ókorban Kürosz, Dareiosz és Xerxész meghódította az akkor ismert világ nagy részét, megteremtve ezzel az emberiség történelmének első világbirodalmát. A kínai és hindu mellett a perzsa volt Ázsia harmadik nagy ókori civilizációja, mely kisugárzásával vívmányait egy szélesebb térségben is elterjesztette.
perzsa birodalmat Nagy Sándor szétzúzta ugyan, és a makedónokat arab-török-mongol hódítók követték. De a makedónok akkor is perzsa lányokat vettek nőül, és minden hódító, arab-török és mongol uralkodó egyhamar perzsa lett. Volt időtán 3 évszázad is, amikor Isztambultól a bengáli öbölig a művelt emberek egymás közt perzsául beszéltek. A diplomaták perzsául tárgyaltak, a költők pedig perzsául verseltek. Mohammad Reza Pahlavi amerikai szövetségben a CIA támogatásával az iszlám előtti kultúrához akarta visszaterelni a nemzetet. A vallási vezetőket bebörtönözte vagy száműzte. Erőszakos nyugatosításba kezdett, a hagyományos női viseletet nem törte, de igaz a nőknek választói jogot adott. 1975-ben még az iszlám naptárat is eltörölte, helyette Kürosz óperzsa uralkodó születésétől számított naptárat vezetett be. De Irán egyetlen nap alatt nem ugorhatott 1355-ből 2535-be. Boldogítani akaratuk ellenére errefelé sem lehet az embereket. Rendszerét végül a számüzetésből hazatért Khomeini ajatollah söpörte el. A vallási vezető teremtette meg az iszlám köztársaságot. Ő formálta olyanná Iránt, amilyennek most ismerjük. Teherán határában található Sírjam az zarándokhely. Ide családok, vidéki csoportok, külföldi vendégek látogatnak. Az év minden napjában, a nap 24 órájában. Az 1989-ben meghalt Khomeini és Pia sír emléke, mauzóleum és mecset, valamint teológiai, egyetemi komplexum. Építése halála esztendejében kezdődött, és azóta, vagyis 20 éve nem fejezték be. Az a kivilágított autópálya a távolban Qom felé vezet, és messze-messze, de ugyanabban az irányban található Mekka is. Az óperzsák felvették ugyanaz iszlámot, de Mohamed világhódító hitét saját képükre formálták. A perzsák Mekka és Qom felé tekintenek. Hitük szerint az iszlámot követik, de szívükben síták lettek. És maradtak 2009-ben is, Allah 1388. évében. És legalább annyira Nagy Kürosz születésétől számolva az óperzsa kalendárium 2568. esztendejében.